a Camping című előadást H. János szövegét alapul véve Gyarmati Kata, Brestjánszki B. Rozália és Pelsőci Réka írt a színpadra. A darab a női-férfi viszonyt, mint férj-feleség konfrontációját beszéli el, a házasságot, a szerelmet és az ebből adódó konfliktusokat. Amiatt a nő miatt, a korod miatt, a korodból adódó hiúság miatt. Kapuzárási pánik úgy a férfiaknál, mint a nőknél, ami ugye nagyon jellemző. Aztán a rengeteg ki nem mondott probléma, ugye, ami csak gyűlik, és aztán valahol egyszer csak kirobban, és lehetetlen egymás mellett élni tovább, vagy az a konkrétan az én figurám viszi azt a vonalat, aki annyira a gyerekei felé, és az a háztartás és a munka felé koncentrál, hogy elhanyagolja a férjét. Az előadás olyan, mint egy tükör, amelyben időnként megpillantjuk önmagunk egy-egy darabkáját. A színész a karakter megformálásakor csak önmagába kapaszkodhat. Ezek a helyzetek, ezek a szituációk, vagy ezek a úgymond élettapasztalatok, ugye megpróbálja felkutatni magában, és most sajnos, vagy hál' Istennek, hát van nekem is egy pár ilyen tapasztalatom, élményem, úgyhogy ez marad. Az előadás műfaji meghatározása a zenés, táncos, revű, szabad férfiak és nők előadásában, rendezője pedig a Katona József Színház színésze, Pelsőci Réka. Nagyon sok múlik a színészeken annyiból, hogy ne merüljenek bele az önsajnálatba, hanem az a játékkedv, a játéköröm, a kis irónia, a kis gonoszság, a magunkra való ránézés, és a humor az működjön, és hogy a váltások működjenek. Nagyon szeretem ezt a munkámat, szóval remélem, hogy minél többen meg fogják nézni. Az ismétlődő előadások októberben lesznek a Jadrán színpadon. Azt hiszem.